Kovács Miklós néval, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan tudnak versenyezni diákjai. Az előző tanévben a pandémia kezdetével a versenyidőszak megszakad, pedig akkor következtek volna versenyek megyei és országos fordulói pandémia kezdetével a versenyidőszak megszakadt, pedig pont ekkor következtek volna azok a versenyek, amelyeknek az iskolai fordulói már lezajlottak. Tehát a megyei fordulókra, országos fordulókra nem kerülhetett sor az elmúlt tanévben, illetve volt olyan verseny, amikor véget ért a karantén időszak, akkor még sikerült ezeknek a versenyeknek a megyei fordulóin részt venni. Ezek a gyerekek Szép eredményt is értek el. Például az országos versenyen, a Honés Népismereti versenyen a tanulóink olyan szép eredményt értek el, hogy a nyáron ö, Tihanyban ö, egy táborban vehettek részt. Szeptember óta több döntő is volt már, de online formában, amit az iskola pedagógusai és a gyerekek is vállaltak. Többi versenynek a fordulóit azokat ö, szeptemberre halasztották, illetve megkérdezték az iskolákat, hogy vállalják-e online a versenyeztetést. Hál' Istennek az én kollégáim és a gyerekek mind vállalták, és ezekre a megmérettetésekre máshol került, illetve van még olyan verseny, amelyiknek az országos fordulóra jára jutott egy tanulónk, az például holnap kerül megrendezésre, ugyanúgy online formában, úgyhogy nagyon szurkolunk már neki, hogy jól sikerüljön, és természetesen a technika is jól működjön. Matematikából és angolból is országos helyezet lett Esz-Nagy János 8. osztályos tanuló, de az online rajzpályázatokon is sok szép országos eredményük született. Matematikából és angol nyelvből ért el egy tanulónk kiemelkedően szép eredmény, hiszen megyei harmadik helyezett lett, illetve matematikából a Küri emlékversenyen országos negyedik helyezést ért el, ezt nagy János 8. osztályos tanulónk. A Rajzpályázatok is mind felkerültek az online térbe, és itt versenyeztek a gyerekek, és ebből is nagyon sok szép eredményünk, országos eredményünk is született, illetve térségi eredményünk is, szép helyezéseket értek el a tanulóink. Például Magyar Ákos, aki a Nébiknek a rajzpályázatán ért el kiemelkedően szép eredményt. Ennek köszönhetően, mind a mellett, hogy ő is és a felkészítő pedagógusai is szép ajándékokat kaptak, még mind a mellett egy komposzt, két komposztáló edény is került az iskolába, amelyet már beüzemeltünk és használunk. Az alsósok is nagyon szorgoskodtak a másodikban, aki az egész nyarat végig versenyezte, de már ebben a tenévben is születtek szép eredmények a levelező és online versenyeken. Nem csak a felső tagozatosok érnek el nagyon szép eredményeket az iskolában, hanem az alsó tagozatosok is nagyon szorgoskodnak a pedagógusokkal és a szülőkkel együtt. Van olyan kislányunk a második osztályban, aki az egész nyarat végig versenyezte, illetve már ebben a tanévben is születtek nagyon szép eredményei a levelező versenyeken, illetve az online versenyeken. Az új versenyzési formákat megszokták a gyerekek. Erre a pedagógusok is felkészítették őket, de ott a szülői háttér is nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ez nagy, valóban nagy kihívás, hiszen nem egy megszokott formája a versenyzésnek. Hát először is bele kellett jönni a technikájába, hogy meg van határozva egy. Időszak, ami alatt meg kell oldani a feladatot, és ö, működni kell a technikának. Tehát ez nagyon fontos, hogy nehogy valami ilyen probléma legyen. Ezt ö, eddig nagyon ö, jól sikerült ö, megoldani, tehát semmi ö, probléma nem volt. Természetesen ehhez előtte a gyerekekkel ö, ennek a technikának a használatát ö, gyakorolni kell, amire az én kollégáim nagy hangsúlyt fektetnek. A diákok is megszokták, hogy most nem rögtön hirdetnek eredményt, és nincs szóbeli döntő. Az utóbbi időben már ezek az írásos fordulók mindig később érkezett meg az eredménye, tehát nem hirdettek rögtön eredményt. Ezért én nem látok úgy nagy különbséget között, hogy, hogy hogyan élik meg a gyerekek ezt a versenyzést, de ott, ahol szóban versenyeztek eddig, és rögtön megkapták az eredményt, ott később érkezik meg, de én úgy gondolom, hogy egy eredmény bármikor óriási nagy örömöt jelent a gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak és az egész iskolának. Az új tanévországos megyei tanulmányi és egyéb versenyek kiírásai most érkeznek, az iskola ezekre nevezni fog. Most a napokban érkeznek a kiírásai az országos tanulmányi versenyekre. Én már kértem a kollégákat, hogy ne ö, hagyjuk ki ezeket a versenyeket sem. Ö, nyilván minden verseny kiírásnál ott van, hogy a járványügyi helyzetnek megfelelően rendezik meg majd ezeket a versenyeket. Tehát mi ö, jelentkezni fogunk ebben az évben is, és versenyeztetjük a gyerekeket a tanulmányi versenyeken, de nem csak a tanulmányi versenyeken, hiszen ö, a napokban egyeztettem a dérinének a munkatársaival, hiszen ők is az irodalmi versenyeiket tovább folytatják, és abban állapodtunk meg, hogyha személyesen nem is lehet megjelenni ezeken a versenyeken, de megtaláljuk a módját, hogy videóformájában hogyan tudjuk a gyerekeknek a, a szerepléseit elküldeni. Sportversenyek azonban nincsenek. Az utolsó a diák Olimpiai volt szeptember végén, de már ezen is osztályonként vettek részt. A, a sportversenyek egyelőre felfüggesztésre kerültek, tehát nem nevezési lehetőség sincsen, mi. Utoljára, amikor a gyerekeket még megversenyeztettük, ez a Nemzetközi Diáksportnap volt szeptembernek a végén, akkor is a járványügyi szabályokat betartva, tehát osztályonként futották le a gyerekek a 2020 métert, és utána ügyességi feladatokat végeztek. Az igazgatónő szerint a jelen helyzetben a versenyekre való felkészülésben a gyerekek és a pedagógusok is sok plusz munkát, feladatot végeznek. De a szülői háttér is megvan ezeknél a tehetséges gyermekeknél a kollégáim nevében is nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm a szülőknek, hogy minden esetben ott állnak a gyerekek mellett, és segítik őket. Erre különösen nagy szükség volt akkor, amikor karantén időszakban otthon voltak a gyerekek, hiszen akkor csak a szülőknek a, a, a közvetlen személyes támogatására ö, számíthattunk, hiszen személyesen a gyerekekkel nem találkozhattunk. Most egy kicsit könnyebb a helyzetünk, hiszen itt az iskolában ö, a gyerekek a pedagógusokkal együtt tudnak készülni, de természetesen ahhoz, hogy egy szép eredmény megszülethessen, ehhez feltétlenül szükség van a családi, ház, a családi háttérnek, a családi háznak a támogatására is. És hál' Istennek, nálunk a szülők mindenben partnerek.